egy különleges variációját mutatom be az egybesült tarjának. Azért különösen jó ez a recept, mert legalábbis én már évtizedekkel ezelőtt is beleszerettem a kugler csirkébe. Nem tudom, hányan emlékeznek rá. A kugler csirké volt egy ilyen szójaszószos, mézes öntet, tehát mézesen sütöttük meg, és annyira finom volt az az enyhén édes kés sült hús, hogy most tulajdonképpen ezzel a recepttel a tarját valami hasonlóképpen készítem el. Legelőször is be kell pácolni, a pácolás előtt meg kell tűzdelni. Tehát fogjuk a fokhagymát, és ilyen kis hosszúkás darabokra fölvágjuk. Hogy ki mennyi fokhagymát szurkál bele a húsba, mennyivel tűzdeli meg, ez egyéni ízlés kérdése. Egy a fontos, hogy egy kis sót borssal összekeverünk, és minden fokhagyma gerezdet beleforgatunk, tulajdonképpen jól beleforgatjuk, és akkor beletűzdelgetjük a húsba, jó mélyen. Akkor ezzel megvagyunk, akkor a maradék borsos sót belesodorjuk egy tálba. Teszünk hozzá még egy kis durvára őrölt borsot, piros paprikát, mustárt, természetesen még két nagy csipet sót és olívaolajat. Ezt jól kikeverjük. És ezzel kis kulimásszal jól bedörsöljük a hús felületét. És ha ezzel megvagyunk, akkor egy órára betesszük a hűtőszekrénybe, csak megmosom a kezem. Most, hogy letelt az egy óra pácolási idő, kiveszem a húst. És következőképpen teszem besülni. Sütőpapír, jól beáztatom vízbe. Legalább annyit, hogy teljesen körbe bírjuk csomagolni a nagy egybe tarját. Fogunk egy tepsit, és a beáztatott, vízbe áztatott sütőpapírba becsomagoljuk a húst, és úgy tesszük be a tepsibe. Tehát tulajdonképpen annyi zsiradék lesz rajta, amennyi az olajban volt, amit hozzátettem a pácshoz, és amennyi kisül a tarjából. Szerencsére a tarja az egy nagyon jól zsír rétegekkel átszőtt hús, ezért lehet nagyon szaftosra és ízletesre megsütni. Hogyha tetszik ez a recept, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ahol sok egyszerű, praktikus, olcsó, hagyományos ételreceptet találhattok, vagy ilyen különlegeset, mint ez. Szépen becsomagoljuk. Próbáljuk meg úgy becsomagolni, hogy a szaftja se nagyon süljön ki, azért áztattam be négy papírt. Amikor sikerült ilyen jól becsomagolni, akkor 190 fokra előmelegített sütőbe betesszük, és szépen, lassan, hosszan
jó puhára átsütjük. Amikor átsült, akkor jön még egy csavar, attól lesz majd jó édeskés csípős az egész tarjánk, de azt mindjárt mutatom, hogy milyen öntettel kenjük be, amikor már puha a hús, és azzal csak tulajdonképpen megkérgezzük majd a sütőbe. Amikor tehát puha a hús, akkor levesszük róla a beáztatott sütőpapírt, és a következő mázzal öntjük le, és pirítjuk meg a sütőben. 2 kanál édes csiliszósz. Ezt ugye nagyon sokszor a csípős csirkeszárnyakhoz szoktuk mi is használni. 2 kanál szójaszósz. 2 kanál méz, kis kanálból 3-3,5. És 1 evőkanál magos mustár. És ezt nem forraljuk, csak összemelegítjük.